egyedül unalmas beszélgetni. Ketten snosz. Na de hárman? Édes hármas. Kaszás Attilával. Köszöntjük a hallgatókat, ez az Édes hármas, itt a Spirit FM 87.6-on. Két nagyon-nagyon jó sportolóban a vendégem, Gangol Edina, Európa bajnok vízilabdázó, és Eszter Gályos Patrik, ifjúsági olimpiai bajnok vívó. Edina, most egy kicsit nyugodt időszak van, hiszen megvan az olimpiai kvóta, megvan az Euróligában is ugye a csapatoddal a további utás, tehát haladtok előre szépen. Ez egy ilyen nagyon nyugis időszak most, akkor ilyen semmittevős, vagy csak ilyen... Nem, ez egy borzalmasan aktív időszak most, még nem teljesen van meg az Euróliga továbbjutásunk, ugye van még egy visszavágó, három gólos előnnyel vágunk neki a következő meccsnek, de azért nem lesz egy egyszerű. Az olimpiai kvóta ugye megvan, de az csak egy állomása volt a célunknak, és ugye folytatódik a magyar bajnokság, ugye elég sűrűn vannak a meccsek is, mivel minél hamarabb szeretnénk elkezdeni a felkészülést az olimpiára, ezért gyorsan szeretnénk végezni a bajnoksággal is, úgyhogy elég sűrű időszak van a hátunk mögött és előttünk is. Ugorjunk egy picit vissza az időben, ha jól tudom, akkor Mosó-Magyaróváron, az egyik karácsonyra, amikor még úsztál és Egerszegi Krisztina volt a kedvenced, akkor mérted az időt együtt a tévével, és nem jött ki valahogy az az idő. Aztán az úszást le kellett váltani egy másik sportágra, mik közül választottál, vagy mi volt, ami szóba jöhetett? Hát ugye a vízilabda azért lett, mert azért mégiscsak 10 év úszó múlt volt a hátam mögött, és a labdát pedig nagyon szerettem, így jött az úszás, a labda, és összetettem a vízilabdát. De 2004-ben ugye Nagy Timi sikere is nagy hatással voltak rám, és azért a vívás is nagyon tetszett, és az úszás és a vívás között vaciláltam. Hát nem rokon sportág, az biztos. Abszolút nem, de valami nagyon tetszett, és azóta is nagyon szerettem nézni egyébként a vívást a tévében, és szurkolok is a vívóknak. Úgyhogy igazából tényleg az döntött, hogy azért volt 10 év úszásra hátam mögött. A adáson kívül meséltél egy érdekes sztorit, hogy még az evezéssel is megpróbálkoztál. Hogy volt az a pontosan az a történet? Amikor így majdnem vízbe fulladtál? Igen. Az evezés nem lett a szívem csücske. Ugye nagyon sok mindenki kezdett evezni Mosó-Magyaróváron. Hát ugye ott a természeti adottságok lehetővé tették azt, hogy egy sikeres klub jöjjön létre az evezősöknél. Hát én is belekezdtem. Ugye az erőm az megvolt, az állóképességem megvolt hozzá, de valahogy még azt gondolom, hogy a technikámmal se lett volna olyan nagy probléma, mert 10 évvel később vissza kellett ülnöm, vagy 15 évvel később vissza kellett ülnöm az evezős hajóba az egyetem miatt. De történt egyszer, hogy kimentünk a vízre, és szóltunk az edzőnek, hogy annyira nincs jól beállítva, ha ő szeretnénk visszamenni. Mondta, nem baj, jó lesz az úgy. És aztán egyszer nagyon mélyet húztam az egyik lapáttal, a másikkal meg nagyon magasat, és így hátra néztem, és láttam a társam csak ennyit csinál, hogy... és lassítva így beleborultunk, tehát a mai napig előttem van, és ugye beleszorult a lábam a lábtartóba, és nagyon nehezen tudtam kijönni a hajó alól, és hát már így láttam lepörögni az életemet, és tényleg egy Darwin-díjas halál lett volna, hogyha 10 év úszómúltal vízbe fulladok, de szerencsére itt vagyok, és beszélgetetek veletek. Erről beszéltünk már, én is eljátszottam, csak egy úszógumival, szóval komolyan. Közeli az élmény. Az sokkal cikk. De azt a tengeren, az... tengeren vagy? Tengeren. Tehát, igen, a Balatonon nehéz, bár Balaton is tud olyat produkálni, hogy azért nem veszélyes. Nem kell messzire menni. Igen, de a tengeren ez hogy volt a úszógumival? Nem korjátok ti ezt. De hát nagyon röviden, ketten voltunk egy úszógumiban, ne kérdezd, hogy miért sráccal. És ő, tehát én a felső testem már benne volt a vízben, így előrehajolva, ő meg a másik irányba akarta húzni, és hát valahogy nem tudtam magamat kiszedni fejjel a vízből, tehát éreztem, hogy ebből nagy baj lesz. és ott már tényleg, és jött ez a gondolat, hogy tényleg így kell meghalni. Tényleg ilyen hülye halálom lesz, hogy egy úszógumiban ketten egy sráccal, tök szép helyen, de
szerencsére tényleg nem lett baj. Hála Jósnak. Nálad Tatabányán egyszerű volt a sportág választás egyébként? Mert nálad ilyen letisztult volt a vívás. Tehát, hogy... ott nem nagyon kellett válogatni. Tehát, nem az, hogy válogatni, nagyon sok sportág van. Tehát nem azt mondom, csak hogy maga a vívás és maga a párbajtőr az úgy jött, hogy adott volt ott. Nem volt az, hogy most akkor kardozni megyek, vagy tőrözni, uh-huh. hanem csak a párbajtőr. Uh-huh. Úgyhogy... A tesód, ő cselgáncsozik. Ez családi vonás volt, hogy valamilyen élsportot űzni kell, tehát ez aputtó, vagy ez így nem volt? Vagy nem volt élsportoló például a családban felmenőid között? Nem nagyon volt. Egyetlen egy nagypapám volt, aki focizott, és ő elég magas szinten űzte a sportágat, de nem nagyon volt olyan ambíció, hogy most akkor nektek vagy valakinek a családból. Kötelező sporton. És kötelező és ilyen magas szinten. Ez így jött, így alakult ki. Uh-huh. Neki is, és nekem is. Nem csak a sportban jeleskedtél, ha még így picit a gyerekkorban turkálhatunk, hanem Kazinci verseny, Hungarikon döntő, büszke az iskola a kis Patrikra, matematika verseny. Tehát mindenben jeleskedtél. Ez egyébként egy ilyen közös halmaz is egyébként az Edinával, hogy ilyen tipikusan jó gyerekek voltatok. Tehát, hogy te is többször nyilatkoztad magad, hogy te jó gyermek vagy, és Edina is ugye ez a... Tehát nem sok kihágással volt az élet eme területein, de... Persze ezt nyilatkozza az ember, de ki tudja, mi van a lakosság. Jogos. Mert egyetlen egy beírásom volt, de azért, mert nem nyitottam ki az ablakot, amikor hetes voltam, és egyébként tényleg szerintem jó gyerek voltam. Legalábbis a szüleim se panaszkodnak, hogy olyan rettentesen rossz gyerek voltam, vagy a tanáraimtól is most, hogyha hazamegyek és találkozok egy-kettővel, akkor sose volt rám panasz. Nyilván csak ezt mondják. Nyilván ezt kell mondanunk ezt nekünk is. Igen. Egyébként azt láttam, amikor te, Patrik, visszamentél az iskolába, tehát ott olyan fajta tabló volt, örömmel fogadtak. Azért gondolom, ez nem rossz érzés. Sőt, ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt, pláne ennyi idő után, amikor nem is, mikor 12-ben végeztem ugye az általános suliban. De jó neked. Nem akarok évekkel dobálni, de konkretizálni kellett, hogy ez már pedig akkor volt. Igen. És akkor utána ugye a VB cím után mentem vissza, vagy nem is tudom, az ifi olimpia után. Olimpia után. Igen, volt ez a ez az ünnepség, úgymond, és ez fantasztikus volt. Tehát egy ilyen gyülekezésre a Váci Mihály sulinak a tornatermébe, szerintem akkor voltam utoljára, amikor mondjuk március 17-i ünnepségem volt. És ott volt a kórus, és mindenki ott volt. Tehát ez, akkor nem tudtam elképzelni, hogy egyszer majd úgymond engem ünnepelnek, vagy értem vannak ott. De ez eszméletlen volt. Nagyon jó volt nézni. Egyébként is a tanárok teljes büszkeséggel beszéltek valad, azt lehetett látni, hogy... Igen. Bár ezt beszéltük is, hogy nem volt úgymond miértjük, hogy mást mondjanak, vagy hát hogy mondjam, tehát mindenben részt vettem tényleg, amiben csak tudtam úgymond emelni a sulinak akár a hírnevét, igen. De hát nekem is volt beírásom, tehát hogy igazából mondjuk nem emlékszem, hogy mi volt, de volt azért. Valami rosszaság. És azért otthon azt elég furán vették. Hát nem várták volna, hogy tőlem... Na, hogy egy ilyet produkálsz. Hát egy ilyet produkálok. Te voltál a régi általános iskoládban? Mostanában vagy mióta? Meghívott vendégként nem, de hogyha hazalátogatok, azért nem mostanában voltam, de nagyon szerettem az általános iskolás tanáraimat és az általános iskolámat is, tehát én... És visszajönnek az emlékek, igen. És rádöbbenünk, hogy úristen, milyen pici ez a tornaterem, meg pont, milyen pici. Ez tehát, hogy tökéletesen így mondod, bementem a tornaterembe, és... Az a kör, ami perceknek tűnt, az most két lépés körülbelül. Az a középiskolában, amikor visszamentem, ott volt egy, ugye a sportiskolába jártam Győrbe, ott kezdtem a gimnáziumot, és ugye rengeteg olimpikon és válogatott sportoló volt, és egy márványtáblán jelzik az ott tanult diákok. Dicsőségfa. Igen, és ott volt egy... márványtábla avató, vagy nem tudom, belegravírozták a nevünket Sasti Mariannal és Jakabos Zsúval voltam. És akkor is nagyon sokan voltak a tornateremben, de általános iskolában nem volt, de voltam, nem is, csak egyszer csak megjelentem, és akkor az igazgató pont órát tartott, és behívott az órájára, és akkor ott volt egy kis beszélgetés azzal az osztály, akinek épp órát tartott.
de hát ami késik nem múlik, tényleg szívesen megyek oda-vissza. A gyerekkorodból hozott például azokat a fajta ilyen vonzódásokat, mint például az erős ízeknek az imádata, tehát hogy nem hat rád semmi, tehát hogy bármit képes vagy megenni, ez már ez az általános iskolai konyhán is így volt, vagy otthon ezt így nagy családból hoztad? Köztudottan nagy evő vagyok, pont az általános iskolában volt egy történet a menzán, kis vékony lányka voltam, és mindig én kaptam a legkisebb húst. És mondtam a többieknek, hogy nézzétek meg, hogy én fogom a legkisebb húst kapni. És letették el, és így rácsaptam az asztalra, hogy látjátok, mondtam. Kérdezte a konyhás néni, hogy hát, hogy mi történt? Mondom, semmi, csak mindig én kapom a legkisebb húst. De igen, hát vidéki lány vagyok. Változott utána? Tehát a konyhás néni az... Utána azt gondolom, hogy egy életre bevéste az arcomat a gondolataiba, vagy az elméjébe, és aztán utána már válogatta nekem a nagyobb húsokat. De a csípős, hát vidéki lány vagyok, és nagyon-nagyon szeretem a magyaros ételeket is, és szerintem a magyaros étel akkor jó, hogyha egy kicsit csíp is, én pedig azt szeretem, hogyha nagyon a csíp. A videóban azt láttam, hogy nem tudtak olyat adni neked. Nem. De tényleg nem is voltak olyan erősek számomra, tehát azért már szinte speciális boltokba kell járni, hogy olyan csípőset találjak, ami tényleg azt mondom, hogy ez jó. Ami már használ. A főzés, Patrik, tőled sem áll távol. Én például tudok egy olyan gyors étterem hálózatot, aki az életben nem fog téged szponzorálni, mert kitettél egy videót, ugye, hogy hálózatnál biztos, hogy jobb csirkeszárnyat csinálok, és ez egy ilyen kezdeti próbálkozás volt a YouTube-on, vagy így, vagy ennek lesz majd jövője, vagy főzőműsorban látunk majd téged? Ennek örülök egyébként, mert ezek szerint elért olyanokat, akiket pont, hogy el kellett érnie ez a kis videó. Nem volt túlzottan ezzel olyan határozottan komoly célom. Tehát ez csak így buliból megcsináltam, pont volt, akkor már ilyen Covid időszak. Április volt, talán. Tehát már igen. Benne voltunk a Covid-ban, mert mondtad is, hogy kesztyűben dolgozom, igen. Mert egyébként is igen. Kell az... Igen. Igen, és akkor így gondoltam, hogy buliból csinálok egy ilyen kis csirkeszárnyat, barbecue és chilis barbecue szószal. Akkor legközelebb együtt főzünk. Igen, most már akkor megvan igen, az alany, hogy kinek... Az édeságos külső helyszíne a következő, az együttfőzés. Így van, megbeszéltük. Okay. Úgyhogy tényleg, tehát ez egy ilyen kis, tényleg kis poénból próbáltam így főzni, de nagyon szeretek új ízekkel dolgozni tényleg, vagy kipróbálni. A köri az egyetlen olyan, amit nem tudok. Tehát az távol általán. Az ízét nem szereted, vagy így? Már vagy csak az illata. Az illata is. Nem a szagát akartam mondani, nem az illatától, mert valakinek viszont tényleg annyira bejön és annyira szereti. Én ahogy megérzem, akár hogy az utcákon vannak ezek az ilyen indiai, meg külön, és csak átmész a túloldalra? Kilométerekről megérzem, és aha. Hát akkor visszafordulok inkább. Tehát írtózom tőle. Úgyhogy... Edina egy riportban azt mondta, hogy a legtöbbet hozom ki magamból, két területen biztos, az a sport és a főzés. Ez ennyire komolyan veszed? Tehát, hogy otthon, tehát hogy azt tudjuk, hogy ha 6000 métert kell úszni, akkor leúszod, megcsinálod, becsületesen minden kapus edzésen, oké? De otthon pedig így nagyon, tehát az egy gram csiperke, az egy gram csiperke, tehát ilyen nagyon komolyan veszed, és nagyon... Nem. Tehát vagy így spontán főzöl, mert már jön belőle. Az, hogy a legtöbbet hozom ki magamból, az, hogy a legfinomabbat főzem, de nem szoktam méregetni, tehát szerintem a főzésnek az alapja a kóstolás, és hogyha az ízek azok jók, akkor rendben vagyunk. Általában én szoktam a csapatnak is főzni, hogyha valami csapatprogram van. Elmentek bográcsgulyáshozni, akkor például te csinálod? Marhapörköltet. De igen. Jó. De jó. Azt főzöd legszívesebben? Vagy mi az nagyon szeretem, igen, nagyon szeretem, és eddig úgy néz ki, hogy a csapat is, mert úgy jelölnek, hogy akkor oké, te vagy a főnök, és akkor irányítsam, fűszerezem, és eddig ez egyébként tényleg pozitívak voltak a visszacsatolások, vagy a lángos. Van egy Új-Zélandról érkezett csapattársam, aki már azóta magyar válogatott évek óta itt él, és kérdeztem, hogy mi a kedvenc étele. A Parks? Igen. A Rebecca Parks, És mondta, hogy hát a lángos. És mondtam, hogy jó, akkor csinálok neked lángost, és nagyon jóba vagyunk. A csapaton belül is sokszor szoktunk összeülni
kártyázni, vagy társasozni, és akkor mondtam, hogy gyertek át, akkor csinálok egy lángos, jó jövök, vagy megyek, és akkor csinálok. Tehát igazából a közös összeülésnek az egyik alapja az, hogy akkor a lángos, ez biztos, hogy lesz. De jó. Múltkor láttam, hogy már valahol lehet kapni töltött lángost. Igen, én is hallottam, az egyik válogatott csapattársam mondta, hogy ott a kerületben van egy kis pici büfé. Melyik kerület? Bocsánat, csak én. Ú, talán 18. Tényleg ott van kint. Igen, de igen, nem igen, vagyok igen. benne biztos, hogy 18-et mondod, de mondta, hogy nagyon, nagyon finom, és akkor megnéztem egy-két videót, hogy hát igazából semmi extra, csak össze kell hajtani. És legközelebb azt fogok csinálni. Tehát wow. Jó, hogy említed, mert most felfrissült egy kicsit a memóriám. És a következő találkozom azt csinálom. Szerintem igen. Mi a kedvenc étel, hanem a Patrik, hogyha nem a csirke száj, hanem valamit így. Azt mondom, most jön a kedvenc étel, akkor mi jön? Csöngetnek és leteszik elé. Tárkonyos raguleves? Igen. Az bármikor? Ez azért, mert hogy sokat ettetek edzőtáborba, vagy azért, mert sose ettetek edzőtáborba? Sosem ettünk. Aha. Hát ilyen nem nagyon volt szerintem. Hogy a menzel sem. Gondolunk. Menzel sem. Tehát ott úgy, hogy nyilván a hasáb, rizs, rántott borda, vagy nem tudom én erre emlékszem, nem nagyon volt mondjuk akár tárkonyos raguleves. A pacal is például. Komolyan? Pacal. Igen, az jól van elkészítve, az nagyon finom. Szilva lekváról. Most szivatsz. Nem. Pacal szívadekvára? Jó kérdés. Tehát ne úgy képzeld el, hogy egy ilyen marha nagy evőkanállal, vagy mondjuk nem is, hogy ma, hát mondjuk evőkanállal, de hogy mondjuk több evőkanállal raksz bele, hanem csak egy picit bele kell rakni. Minden húsétel, minden, amit szokták mondani, hogy hát a gyümölcs az illik a hús mellé. Most nem azt mondom, nyilván a kacsa mellé, ugye oda is a befőtt, stb. Nem mindenhol, igen. De mondjuk kóstoljátok meg, mondjuk a marha pörköltbe, hogyha csinálsz a csajoknak, akkor egy kis pici szilva lekvár. De jó. Mondjuk én hozzá vagyok szokva, hogy kis krumplival, kis savanyúval, kis ez a standard, ami egy napig fő pacal. Belefőzni. Aha. Tehát nem az, hogy egy kis lekvár, egy kis pacal, az elég rosszul néz neki. Rátoztam belefőzni. Igen, így belekanalazni. Nem, csak bele. Vigyétek el, jó lesz. Én elhiszem. Beszéljünk egy picit a sportról. 2020 januárjában azt nyilatkoztat, hogy újra elkezdtél vívni. Ez most hol tart? Ez most sehol. Aha. Miért lett vége? A Covid ugye egyrészt, hogy tolták az olimpiát, a célodat egy évvel, bár ugye a testvéreddel azt mondtátok, hogy 2024 Párizs a cél, hogy mind a ketten ott legyetek az olimpián, de igen. Neked azért reális esélyed volt, én úgy gondolom, a 2020-as Tokiói is, illetve többször ezt beszéltétek is. Most akkor sehol nem tart ez az ilyen? Én itt cáfolnék egyébként egyet, a 20-as olimpiára nem volt sok esélyem. Hát ha januárban elkezdtél vívni, nem láttál esélyt, tehát 4 évvel előtte elkezdesz felkészülni a Párizsira, lehetséges, mert rosszul látom. Igen, ugye közben szólt egy exatlon. Ja, igen. Tehát ott azt ne feledjük el, hogy az pont a 19-es év elején történt, igen. Tehát ott tulajdonképpen kiesett az évem. Nagyon rosszul jöttem át a korosztályos válogatottságtól a felnőttbe. Uh-huh. Tehát a junior korosztályból én nagyon-nagyon döcög. Egyébként is, tehát haserdülőkorból mentem a kadetba, ha a kadetból a juniorba, ez mindig nagyon nehéz volt. A végére valahogy mindig belerázottam. Másoknak is nehéz volt, vagy csak te? Nem, és marhára irigykedem rájuk. Nagyon, de nagyon durván. Mitől volt akkor nehéz neked? Szerinted, ha nehéz, hiszen jó edzőkkel dolgoztál, ugye? Nagyon, igen. Hát az országban top. Igen. Top edző. Tehát, hogy szerintem mindenfajta támogatást megkaptam, ami kell, mégis nehéz volt. Ez a baj, amikor már nem csak azon múlik, hogy ki a támogatás, vagy ki támogat téged, hanem hogy itt belül elhiszed-e, vagy oda tudod tenni magad úgy fejben, hogy tényleg elhidd magadról az, hogy az egyik legjobb vagy. Nem csak az országban, hanem a világban is, ahhoz, hogy ki tudjál jutni mondjuk egy olimpiára. Ugye pont ez a különbség, hogy még a vízilabdában ott, hogyha a csapat működik jól, és ott van a stáb, meg tehát mindenki, aki felkészíti, ugye hát a vívásban legfőképpen ugye egyéni szinten mozog. Ha te nem teszed oda magad, akkor az egyenlő a nullával. De a fejben el is döntötted, hogy neked akkor a következő cél az már Párizs, tehát hogy most akkor Tokió elengedve? Tokió az elengedve. Az teljes mértékben. A jelenlegi helyzetben mindig próbálok őszinte lenni magammal egyébként, ha vívásról beszélünk, sosem tudok. Most erőt veszek magamon. Ritka pillanat. Ritka? Tényleg, mert nem szeretnék erről úgy,
Ez mindig olyan, hogyha van egy pozitív életérzésed, vagy egy olyan szakaszod, amiből nem akarsz kiszállni. Uh-huh. Már pedig azt mondják, hogy most, hát ez most egy ilyen időszak, és vagy vannak lehetőségek, és szeretnél abba is belekóstolni egy kicsit. Vagy más terület felé menni. Holott tudod, hogy komfortzónán kívül. Igen. Teljesen érted. Tehát, hogy a jóból meg, de nem akarod ott hagyni a jót, de ahhoz, hogy a többit kipróbálhassd, vagy úgy kicsit úgy más területeken próbáld ki magad, ahhoz egy picit úgy ott kell hagyni, és így el kell hagyni úszni. Uh-huh. Igen. És most ez van. Uh-huh. Edina nálad ugye ez a sport dolognál azt vélted, vagy azt mondtad, hogy bolondnak kell lenni, aki beáll egy kapuba. Tehát, hogy eleve, hogy valaki vízilabda kapus legyen, és hagyja magát agyon lőni egy meccsen, és a védelem mögött már csak ő az, akit eltalálhatnak labdával. Ez mégis hogy alakult így? Hiszen úsztál, vízilabdáztál, nem kellett volna szerintem egyből kapusnak lenned. Ez így beválogattak, vagy jó produkáltál, és ezért mondták, hogy minden meccset te leszel a kapus, vagy ez... Konkrétan az első edzésem óta kapus vagyok. Kézilabdáztam is egy-két hónapot, és ott is mindig néztem a kapusokat, hogy hát ők nagyon mások. De ez nekem nagyon tetszik. Elég őrültek, és éreztem magamban annyi őrültséget, hogy ez tök jó lehet, és ez teljesen véletlenül nem volt kapus, és azt mondták, hogy állj be a kapuba, és gyakorlatilag ott is ragadtam. És nagyon, nagyon hamar be is válogatok a junior válogatottban, én július 9-én kezdtem 2005-ben vízilabdázni, akkor voltam az első edzésem is, és októberben pedig már junior válogatott edzésem voltam, tehát ez egy tényleg nagyon gyors volt, de pont azt tetszik benne, hogy a csapat sporttág egyéni része, tehát mi mindig úgy külön vagyunk, nekünk mindig más van, tehát mások a feladataink, ugye tényleg a felelősség is azt gondolom, hogy nagyobb rajtunk, mert mögöttünk már nincs senki. Én ezt nagyon szeretem, ez egy óriási kihívás szerintem, és nagyon hálás feladat is, mert hogyha az ember jól teljesít, akkor azért úgy sok mindenki emlékében megmarad. Abszolút, igen. Igen. De azért közönségként mindig tehát hogyha egy kapus hibáz, akkor az hetekre megmarad az embernek a fejében, hiszen most rossz kéz oldalról ellövi a labdát, kapufa, oké, ilyen lesz még a meccsen 3-4 vagy emberelőnyben. De a kapuson, ha átmegy a labda, az a hálóba köt ki, onnantól kezdve. Ez azért egy megfelelő felelősség. Ezt te mindig úgy viseled, hogy így lerázod magadról, és ahogy beugrasz a vízbe, akkor kihagyod a külvilágot. Ha kijössz a vízből, akkor még egy kicsit töprengesz rajta, de utána túlteszed magad borzalmasan gyorsan, vagy ez nem mindig ilyen gyors, és hetekig rágódsz rajta? Hát meccseken, én inkább azt mondom, hogy meccseken belül is vannak olyan periódusok, amit azonnal le kell zárnunk. Van egy taktikám, vagyis technikám, teljesen hülyeség innentől egyébként, de nekem nagyon, nagyon bejött, hál' Istennek a külföldi ellenfeleim nem hallgatják. rengeteg Walking Dead-et néztem, és pont egy olyan résznél voltunk, ahol börtön, cella, stb. És arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha mondjuk egy két kapott gól után, vagy mondjuk azt érzem, hogy oké, most egy picit alábbhagyott a magabiztosságom, behújnám a szemem, és bezárnám a rossz dolgokat a cellába, rácsuknám a lakatot, és aztán úgy ott van, az már nem lehet rossz, az már megtörtént, és kész. És aztán onnantól kezdve egy új lapot nyitok, és próbálom folytatni azt az utat, amit előtte elkezdtem, és amin elindultam. Tehát most az EB előtt, a 2020-as pesti EB előtt kezdtem el csinálni, és nagyon jól bejött volt a görög meccsen, és a holland meccsen is egy olyan periódus, amikor ezt elővettem, és onnantól kezdve tényleg felfelé ívelt a teljesítményem, és le tudtam zárni gyorsan azt a tök hülyeség, biztos, hogy a pszichológusok most röhögnek rajtam nagyokat, de nem, tehát nem járok pszichológushoz külön, hogy gyógyítsam magam, vagy kezeljenek. Igazából tényleg ezt magam próbáltam kifejleszteni, és én azt gondolom, hogy egyszer bejött, akkor miért ne csináljam. Úgyhogy ha behunyom a szemem, akkor valahol, nem tudom, a zombi között járom. Tehát a megnősor, vagy a nézettség, akkor ott. Akkor emiatt van. Patrik, nálatok a pszichológusok dolgoztak rajtatok? Mert nyilatkoztad egyszer, hogy te a kudarcot először mindig saját magad dolgozott föl, és akkor, és ez ebben elmélyülsz, és akkor ezt így utána megosztod valakivel, vagy mi volt a vívóknál a precedens, mondjuk, hogyha kudarc volt? Igen, sokáig én ezt nem is
próbáltam, hogy nem adtam esélyt arra, hogy kiadjam magamból, tehát akár egy szakembernek, vagy tényleg, tehát aki ezzel foglalkozik komolyabban. Magamba próbáltam elintézni ezeket a kisebb ügyeket, amik történtek a Páston. Ez nem mindenféleképpen volt egy kifizetődő megoldás. Tehát míg mondjuk tényleg egy szakemberrel mondjuk egy nap alatt ezt így átrágtam volna, és letudtam volna az egészet, inkább magamban próbáltam ezt elintézni. Utána kellett rájönnöm, hogy már pedig kell a segítség, ez ilyen pont ilyen 2013-tól 14-15-ig, és ugye abban az évben sikerült megnyerni a VB-t is, EB bronzot, meg ugye ifjú olimpiát megnyerni, tehát hogy hát van értelme, tegyük hozzá. Biztos, hogy volt értelme, mert olvastam tőled, hogy az ifjúsági olimpia után tudatosult benned, hogyha nem ezerszer jobban rakod utána még magad oda, akkor a tehetségedet dobhatod a kukába, szó szerint ezt mondtad, és ez biztos, hogy már annak az eredménye, de ez így is volt fejben, tehát hogy ennyire le volt tisztulva az ifjúsági olimpia után? Ez akkor még nem. Ez nagyon-nagyon sok oldalról irányuló megjegyzés volt az, hogy ha most nem teszem oda magam még 1000%-kal, akkor bukhatom az egészet. Tehát ezt még akkor nem tudtam elkönyvelni. Sosem voltam olyan versenyző, aki Nagy Zolt úgymond az eredményekkel, tényleg ezt szerintem bárki elmondhatja, de ott be kellett látnom azt, hogy hiába van dicsőség, hiába van aranyérem, tök jó minden, hát ha most nem figyelek oda, akkor igazából vége a karriernek. És ugye utána indult a junior korosztály, ahol még azért sikerült behúzni egy-két VB, EBVB érmet, úgyhogy, de ha mondom, hogyha nem teszem oda, és nem figyelnek rám, mert abban a korban azért még jó, hogyha ott van valaki mögötted, akkor vége. Illetve ha nem folyamatos a dolog, mert azon látjuk, hogyha egy egzatlonnal kimarad egy pár hónap, akkor azért ott mindig mondtad, hogy neked vágyad az, hogy a tévében szerepelhess. Ez az egzatlonnal meg is történt. Ilyenre számítottál, vagy nem ilyenre számítottál, vagy túl kemény volt a szerződés, meg a megjelenés, meg a verseny, meg minden egyéb, és ez kudarc élmény, vagy jó élményekkel távoztál, de eldöntötted, hogy többet nem szeretnél? Nem mindenféleképpen ez volt a vágyam, hogy mint játék szereplőként vegyek részt egy ilyen műsorban. Picit a másik oldalon szerettem volna, vagy képzeltem el magam, mondjuk akár műsorvezető. Ami voltál is egyébként egy vívó VB alkalmával, amikor kommentátorként. Igen, tehát szakkommentátorként. Tehát annyira, na viszont ezekre visszagondolni most, hogy mondod, annyira jó. És hogy miért lett vége? Én azt hittem, hogy ennek lesz folytatása egyébként. Biztam benne, én is, viszont abban az évben pont még tényleg hála ugye ennek az egzatlonnak sok megkeresés volt, tehát úgymond ezt nem tudtam volna maximálisra kifejleszteni, utána megjött ugye a Covid. Tehát ez így keresztbe vágta volna, de még mindig nincs elengedve ez a vonal. Tehát visszatérve, ezt szerettem volna, jött egy ilyen egzatlonos szereplés, ennek nagyon sok mindent köszönhetek, jót és rosszat is, mert hát ez mindig van, igen, de összességében jól jöttem ki belőle, úgy érzem. Ha még a vívást ugye ezen a téren visszaszorítottam. Visszavetette egy picit. Igen. Neked, Edina, mit kellene ajánlani, hogy mondjuk egy egzatlonba elindulj, vagy bármifajta ilyen tévés műsorban, vagy bármi nélkül elindulj, mert kedvet érzel hozzá, és azt mondod, hogy tök jó, meg tudom magam mutatni más területen. A vízesárokkal nem lenne gond, azt tudom. Őszintén engem is megkerestek, de hát ugye az olimpia miatt én nem tudtam azt mondani, hogy elvállalom. Szoktam nézni a műsor, nagyon szeretem, úgyhogy most rossz is, egy picit időpontváltozás volt, mert... Ja, 19-re áttették korábban. 19-re. Igen. És pont akkor edzünk, de hát azért látom a lényegét. Ez a fajta vetélkedő tetszik. Nem tudom, hogy mennyire bírnak az ízületeim, tehát azért a sérülés veszély az fenyegetne. Aha. Talán ez emiatt lenne bennem egy kicsit félsz. Meg hát, ha kijövök a medencéből, akkor nem vagyok a leggyorsabb játékos, viszont lehet, hogy az ügyességben tudnám kompenzálni. De hát ki tudja, tehát tényleg amíg nem értem, hát addig nem tudok róla nyilatkozni. Viszont azért sokszor képzelem a helyükbe magam, hogy, hogy én ezt hogy oldottam volna meg, vagy milyen technikát választottam volna. Más területen is vonzott tévé, tehát mit tudom én, kommentátorként szívesen kipróbálnád valamit? Hát képzeld, én még jelentkeztem
médiatudományi szakra is újságírónak, vagy akár riporter, ilyesmi el tudtam volna képzelni magam, sőt, médiát is tanultam az egyetemen, csak aztán nem fejeztem be. Igen, hogyha a szakma is azt gondolná, hogy alkalmas vagyok rá, és jönne egy olyan felkérés, amit azt gondolnám, hogy érdemes elvállni, akkor lehet, hogy elvállalnám. De... Női vízilabda meccseknél szerintem nagyon-nagyon hiteles lenne, hogyha ha egy volt, vagy jelenleg is aktív vízilabda játékos nyilatkozna. Ugye most hozzászoktunk, hogy férfi kommentátorok vannak, de azért ez biztos, hogy jól állna neked. Hát köszönöm, még nem kerestek meg. Még ez a jövő zenéje. Hát igen, most egyelőre még tényleg arra a feladatra próbálok koncentrálni, és ott akarok 100%-osan teljesíteni, ami most előttem áll, ugye ez az olimpia. Egy vagy két olimpia van benned? Hát azért 31 évesen, még nem vagyok 31. Ezt csak úgy kérdeztem, tehát ezt te érzed, az ízületekre jutott eszembe. Az ízületek, hogy... igen, azért ez egy... komolyan befolyásoló tényező, mert azért néha érzem, hogy emlékszem még, amikor mosolyogtunk a nagyokon, hogy fáj ez, fáj ez, ó, de hogy fáj, és amikor tényleg én is abba korba kerültem, mint amikor ők voltak ennyi idősek, akkor most már tényleg én is érzem azt, hogy... Ne menjünk el a fiatalok szó mellett. Azt mondtátok, hogy ti nem voltatok olyan kemények a most feltörekvő fiatalokkal, akik bekerültek a válogatottba, mint ahogy veletek bántak szerepet, nem tudom. Tehát mind, amit ti tapasztaltatok egyébként az öltözőben. Ezt ti bánjátok, vagy visszagondolva így jobb volt, és őszinték voltak, és tiszta a lelkiismeretetek, hogy egyből befogadók voltatok, és elismertétek az eredményeiket, vagy mi volt a jobb út? Volt, ezt azért mondtad egyszer, mert hogy volt negatív élmény, amikor te elkezdtél vízilabdázni, és az idősebbek azért éreztették ezt a hierarchiát? Egyetlen egy ilyen esetre emlékszem, amikor úgy rosszul esett valami, ugye, hát amikor fiatal az ember, akkor ő viszi a labdákat, a sapkákat, szedi össze a dolgokat, és ez teljesen természetes. Hál' Istennek azért ez most is így van. És emlékszem, hogy leültem, valami két kaput edzőmeccset néztem, és még volt hátra 10 perc az edzésből, és nem egyből vittem ki a labdákat, de tudtam, hogy ez a feladatom, de már korábban odaértem az úszodába, és kimentem meccset nézni, gondoltam, hogy visszamegyek később. És emlékszem, hogy az egyik csapattárs, hogy ez a te feladatod. De egyébként meg nagyon befogadóak voltak, tehát tényleg nem volt semmi probléma, de azért én úgy gondolom, hogy mi is próbáltunk alkalmazkodni ahhoz, hogy ők az idősebbek, tiszteltük őket, mi vagyunk a fiatalabbak, és próbáltunk megtenni mindent annak érdekében, hogy ne legyenek ilyen konfliktusok. Mi szerintem sokkal simulékonyabbak vagyunk a fiatalabbakkal, ami majd akkor fog kiderülni, hogy jó volt-e, amikor mi befejezzük, szerintem. Az elején említettem, hogy mind a ketten ilyen jó kislány és jó fiúk voltok, ez ugye az öltözőben is megjelent. Patrik is azt mondta, hogy én ilyen nagyon jó fiú vagyok, és néha szeretnék vagányabb lenni, vagy ez a korszak, ez most jött el, amikor így olvasok olyanokat, hogy a tegnap estét meghúztuk a fiúkkal, ez most így. Tehát ez a korszak most jött el, vagy ez csak most egy ilyen Covid miatt unatkozunk, és vagányabbak vagyunk? Most meg már szeretnék jobb fiú lenni, szerintem. Ez fejtsd ki. Jó, ne, hát azért nem akarok elszállni tényleg, meg nem felvágni ezzel, de az előző évem, tehát a 20-as év, ugye mind megjelenések szempontjából akár valamilyen rendezvény, vagy hát már amennyire lehetett, ugye ez tudjuk, hogy nem volt olyan egyszerű. Nagyon élveztem, nagyon szerettem. Az ebből adódó népszerűséget is... Könnyen viselted, hogy így megismernek minden rendezvényen, és közös fotó aláírás? Akkor még nagyon könnyű volt. Akkor egy olyan, már mondjuk, hogy tavaly is már úgy fura volt, tehát hogy még mindig ennyire ismernek, hogy még mindig emlékeznek, rám pedig már tényleg egy éve volt a műsor, hát igen. És most meg már sapka, maszk, kaporoljon egyébként a maszk, mert így ez még jobban, mondjuk egy plázában nem úgy megyek végig, hogy szávasz, ja, kép, hanem nem tudják, hogy mi van. Ez most egy picit jobb. Pont azt fejtettem ki az egyik nap, hogy de jó lenne egy picit úgy élni, mint hogyha azt sem tudnák, hogy ki vagyok.
Csak egy hétre vagy. Csak megsúroltad a sikerességnek és az ismertségnek a szélét, és rögtön rüggverzbe tetted az autót, és egy adi volt. Igen. Tehát a vagányságra, amit említettél, hogy de jó lenne, egy picit vagányabb lennék, ez ha csak a bulikat nézzük, vagy mondjuk akár ugye a csajozást a múltban, vagy tehát akkor azt mondom rá, hogy persze, tök jó volt, és élveztem. Viszont most meg azt mondanám, hogy inkább eltűnnék egy hónapra. Csajozás szót ne engedjük el, 4 év után mentetek szét a pároddal. Igen. Ott nem működött, vagy a Covid-hoz, vagy ne anélkül turgálnék, mert ugye a vagánság és a jó kis csajozások, azok ugye együtt járnak, tehát hogy ez itt kéz a kézben. Azért is említettem ugye a bulit és a csajozást, hogy ez megvolt, tehát most az elmúlt időszakban. Akkoriban ez egy ilyen kis, hát hogy mondjam, gyerekkori szerelem, vagy hát mondhatjuk annak. Hát azért abszolút, 18 éves korotoktól voltatok együtt. Van, igen. Az egyik legutolsó közötti megjelenés az volt, amikor az esküvői fotózásod, és akkor már mindenki várta, hogy de jó, hamarosan esküvő lesz. Igen, azt nem mondom, hogy el lett kiabálva, de így eretnek így, mint an arcon csapás volt, hogy mi a nem. Igen, és az ismerkedés, amikor egy hölgy nyilvánvalóan, hogyha kiejtett a szádon, hogy Exatlon, már rákeres a Google-ön, hogy akkor Eszter Gályos Patrik. Igen. Mit dob ki első videónak? Az esküvői videót. Ennyi. Ez a fránya, internet, ezért ez irányítva van. Megjegyez mindent. Abszolút. De igen, az egy erősebb időszak volt, pláne úgyhogy pont abban az évben mentünk szét. Tehát, hogy mondhatnám, hogy ilyen pont volt az íre, de nem, mert közben meg egy jó élmény volt. Vágysz egy tartós kapcsolatra most, hogy már vagánykodtál egy kicsit? Ezt már tudod, hányszor elmondtam, hogy már vágyok egy tartósabb kapcsolatra? De mindig rájöttem a múltban, hogy nem. Aha. Még mindig nem. Jó, hát 24 éves vagy, tehát legyünk őszinték azért még. Jó, de... jó. Akkor bevallom azt, tehát tényleg, hogy most ez így elég volt, de mostantól már úgy gondolom, hogy inkább egy fixebb... Ez nem a partnerkereső műsor. Tehát, ez nem. Nem, ez csak nem, egy ilyen... nem, tényleg, tehát hogy nem most úgy érzem ezt egy picit, hogy másra szeretnék koncentrálni sokkal jobban. Tehát nem az volt sosem az élet célom, hogy most bulizzunk, csajozzunk, menjünk. Nyilván az embernek van egy ilyen életszakasza is, de ebből most elég volt. Most elég volt. Tehát most így belefáradtam. De jó nekem, hogy ebbe fáradok bele. Igen. De nem, tehát hogy ebben a részében a médiával összekötött népszerűségben most így most ez így a lavina, ez elég volt. Ez most így, ez a része nagyon, tehát elég volt, úgy érzem. Edinánál ugye én először Szabó Nándornál voltam képben, amit követtem, utána szintén volt egy hosszabb távú kapcsolat. Azt nem kérdezem meg, hogy mi nem működik, mert az túl direkt lenne az a kérdés, de gondolom azért családra te is vágysz, vagy van egyfajta olyan jövőkép benne, ami a sporthoz is, akár a későbbi riporterkedés, az, hogy bármihez megadja azt a hátteret, amivel nyugodtan tudsz lefeküdni. Nem kérdezek, csak levegőt veszek. Én is. Igazából persze, hát 31 évesem. Ez nem felelősség. Nem, tehát mivel nagy családban nőttem fel, ezért... 11 fogadott testvéred. Hát igen. Majd mondanám, hogy körülbelül, de igen, tehát azért így nehéz. Igen. Tegnap előtt éjjel fölébredtem, és az úgy elképzeltem nálatok egy karácsonyi vacsorát, tehát mindenkinek ott van a családja. Azért az nem egyszerű. Igen, de igen, tehát szeretnék természetesen azért nem is a nagyon távoli jövőben mondjuk erre nagyobb hangsúlyt helyezni, mert mégiscsak nő vagyok. Úgy érzem, hogy egy egészséges nő, akinek ilyen ambíciói is vannak, és egyszer a sportnak vége, és akkor jön el ennek az ideje. Az utolsó kapcsolatban már volt olyanról is szó, hogy majd az olimpia után már gyermekvállás, stb. A gyermekvállás az már motoszkál a fejedben folyamatosan? Abszolút. Tehát, ha meg lenne a partner? Igen. Így, ahogy mondod. Hogyha megvan. Nem kell titkokat elárulni, csak így azért kérdeztem, hogyha... A legfontosabb tényező jelzik. Igen. Végül pontosan, is, tehát, hogy... igen. Hát mondjuk abban az életritmusban, hogy reggel elmentek edzeni, a csak sporthoz köthető, vagy hasonló életritmusban élő ember tudsz elképzelni, vagy teljesen kívülálló lenne a legjobb, aki nem is lát, nem is tud úszni. Tehát aki egy partra vetett hal, közgazdász, és boldog veled, és így nem... Hát ez egy jó kérdés, akivel boldog vagy. Igen, hát hogy... Igen. Mi volt több sportoló, már így nem számot vetve az eddigi fiúiddal, hanem csak, hogy a végig gondolod, hogy sportolóból volt több, vagy külsősből? Én azt gondolom, hogy mindenki valamilyen szinten kötődött a sporthoz. Vagy sportolt, vagy
sport közelében. Mert hogy jobban értékelik, amit csinálsz? Hát szerintem azért ez nehéz. Külső számon. Igen. Ez így van. Uh-huh. A legközelebb a válogatott tornász volt, aki tényleg olyan szinten űzte a sportot, amilyen szinten én, és tudtuk azt, hogy oké, reggel edzés, akkor délután hagyjál békén, aludni akarok, este edzés, és ezt azért nem biztos, hogy mindenki tudná tolerálni. Szakítás után elmész Csernushoz? Tehát ahogy a csapatnál volt mondjuk ilyen, azt hiszem ment veletek egy darabig, Csernus tartott neked, Csernus Imre ilyen a csapatnak. Még most is van. Még velünk. Most is van? Igen, tehát hogy a szakításokat azt nehezen éled? Mert nem, tehát, mármint, hogy így... tehát ez egy... Ez is egy... Mindegy, ez nem, nem, nem. Ezt nem vágjuk ki, igen. Nem, inkább tehát a nem az arra vonatkozott, hogy a vízilabda és a magánéletemet azt mindig próbáltam szétválasztani. És nem bevinni a rossz dolgokat. Emlékszem, 18 évesen volt egy ilyen nagy megrogyanásom, akkor az volt, de és onnantól kezdve megfogadtam, hogy akkor nem viszem be, és soha többé nem tehet senki olyan állapotba, mint amikor abba kerültem. És igazából szerintem egész erősen viseltem, hogyha én, vagy ha a másik fél mondta azt, hogy ennek jobb, hogyha vége. Úgyhogy igen. Mindig kell valami új. Patrik, a te életedben azért van most új egy pár dolog. Például indítottatok egy vállalkozást, ha jól tudom, vendéglátás és rendezvénymarketing és egyemekkel foglalkozik. A riporterkedést, ugye azt félig meddig kifejtettük, hogy nem lett folytatása a VB-s közvetítésnek, bár ha jól tudom, iskolába is jártál, amilyen riporteriskola volt, ami ugye nem lett folytatása. Mi a jövőkép? Tehát most van ez a cég, tudom, hogy alapítvánnyal is fenn vagy a neten, illetve tevékenykedsz, elég sikeresen, hála jó Istennek, és mit látsz mondjuk egy ilyen pár év múlva, hogy melyik lesz a főlábad, vagy melyik a melléklábad? Visszajön-e a vívás? Például. Igen, ez egy nagy kérdője, ez mindig ott, sőt, szerintem ez egész életemben ott lesz. 70 évesen mi, hát, hogy mi lehetett volna, vagy mi volt, vagy mi lesz, ez szerintem mindig ott van a fejemben. Igen, több, tehát egy marketing vállalkozást is sikerült ugye felépíteni, amit említettél ugye ilyen ezen a területen. Alapítványt is csináltunk most leginkább családi szervezkedés alapján, az nagyon-nagyon működik, nagyon-nagyon megy. Nagyon sok mindenkinek tudunk segíteni ez számomra. De igazából ez annyira pozitív dolog, hogy tehát annyira fel tud tölteni az, hogy tudok adni valakinek, vagy tudunk segíteni valakinek, hogy nem tudom. Tehát ezt sokszor azt gondolják, hogy jaj, hagyjad már ilyen fiatalon, hát most megyünk közül, bulizzunk már, meg most kit érdekel, ki hogy van, meg én erre nem tudok így gondolni. Tehát hogyha nekem megvan ez a népszerűség, mert így fogalmazzunk, én ezt szeretném jó oldalra, vagy jó célra használni. És most tényleg örülök annak, hogy ezzel az alapítvánnyal révbe értünk, és szerintem ez a... Lesz egy szép barátnőd, lesz egy családjád, ebből meg lehet élni? Tehát úgy gondolod, hogy akkor a marketing vállalkozásból, a vállalkozásokból, az alapítványból, nem tudom, ez biztosítja majd neked azt a jövőt, ami az elvárt számodra. Emellett ezek olyan területek, amiket úgymond nagyon-nagyon szeretetből csinálok. Élvezetből mondhatni, igen. Így is, tehát hogy ez a része az életnek az, amit úgymond élvez az ember, és ha még nincs is akkora a bevétele, de szereti csinálni, szívből csinálja. Uh-huh. Emellett most is alakulóban van egy másik vállalkozás, erről még nem hát nagyon-nagyon kis kezdő vállalkozás, de folyamatosan ugye a médiában is azért úgy benn van még a nevem, uh-huh. Tehát hogy sosem mondják azt, hogy abból úgymond szereplőként meg lehet élni, tehát én nem így szeretnék ezzel foglalkozni a jövőben, hanem inkább akkor tényleg, ahogyan említettük, ugye a másik oldalról, akár egy riporterként, akár egy... Arról teljesen lemondtál, vagy azért, mert nincs felkérés, igazából nem... Ez is olyan dolog, hogy nem az, hogyha fogják a kezem, én nem azt mondtam, de ezen a területen szerintem, hogyha van egy olyan... Mentor, akár egy ilyen riporter, vagy akár egy rádióműsorban, tehát én erre szerintem, ha azt mondanák, hogy gyere Patrik, itt van egy lehetőség, és kipróbálunk, és csináljuk, szerintem azonnal vennék. Tehát egy esélyt mindenféleképpen. Inkább sporthoz köthető, vagy lehet az bármi?
Hát azért ne legyen bármi, tehát nem szoktam annyira tévét nézni, de ismerek bizonyos műsorokat. Tehát Értsd jól a bármit, akkor igen. Tehát akkor nem azt mondom mindenféleképpen, hogy csak a sport, hanem mivel érdekel nagyon sok terület, ezért szerintem így utazás, gasztronómia, tehát bármi, ami simán. Edina, neked az egyik kedvenc könyved az a Cervantától, az Utas és Holdvilág, ami ugye a főhős, arról szól, hogy a főhős keresi az útját lényegében. Itt tartunk még 31 évesen, tehát hogy nagyjából meg tud fogalmazni, hogy gyerekekkel szeretnél foglalkozni majd 5 év múlva, vagy tényleg ez a riporterkedés, vagy elvégzed a médiasulit, nem tudom, tehát hogy bármi már így kristályosodik ki. Nem mint a hajtanám az időt, de lehet, hogy 31 évesen az ember már végig gondolja. Nagyon sok dolog van a fejemben, hogy mi az, amit kipróbálnék. Pont amit te is említettél az előbb, hogy esetleg a médiában dolgozni. A gyerekeket nagyon szeretem, és azt gondolom, hogy ha a póló mellett maradok, én nagyon, nagyon fontosnak tartom a kapusképzést, és a gyerekeknek a fiatalkorban elkezdett kapusképzését, és erre jó lenne kiépíteni egy jó működő rendszert. És tényleg akkor a gyerekekkel is foglalkozhatok, a kapusokkal is foglalkoztatok, és óriási szükség van szerintem arra, hogy a kapusok megfelelő felkészítést kapjanak, hiszen ha nincs kapusunk, akkor nem nyer a csapat. És hát ilyen vonalon is gondolkozom, és hát még azt gondolom, hogy az olimpia után mindenképpen szeretnék egy kicsit pólózni, de nem biztos, hogy itthon, mert itt töltöttem az egész pályafutásomat, és furcsa 31 évesen azt mondani, hogy új tapasztalatra van szükségem, de hogyha szeretném folytatni, akkor még egy évet külföldön játszanék, és aztán utána, hogyha lezártam az aktív pályafutásomat, akkor szívesen belekezdenék új dolgokba. Én magyar sportrajongóként azt kívánom, hogy az izületeid legyenek jók, és találkozzunk még Párizsban. Patrik, neked legyen meg a lendület, és mégis térj vissza a víváshoz, és találkozunk veled is Párizsban. És én még órákig beszélgetnék, de sajnos műsorodunk véget ért. Köszönjük a hallgatóinak, hogy itt voltak velünk, kövessenek minket a Facebookon, az Instagramon, és találkozunk a jövő héten. Viszontlátásra!